Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban utána járunk, milyen helyzetből kezdődhet a gazdaság újraindítása. A Tolna megyei technikumok listájáról ezúttal a Bonyhádi Percelmor szakképzőiskolát mutatjuk be, végezetül pedig a vadászturizmussal foglalkozunk, ami szintén a vírus hatásait nyögi. Tartsanak velünk! Június közepén várhatóan megszűnik a veszélyhelyzet Magyarországon, elkezdődhet a gazdaság újraindítása. A cégvezetők közül sokan úgy vélik, a kormány eddigi gazdaságvédelmi intézkedései mellett továbbiakra lenne szükség ahhoz, hogy talpra tudjanak állni, és a bizalmuk nőjön. Különösen a vendéglátás turizmus ágazatban erős erre az igény, de nem csak a munkáltatók várnak újabb kormányzati segítségre, rengetegen veszítették el a munkájukat a járvány miatt, ők szintén az államban bíznak, az egyik legnagyobb szakszervezeti szövetség Tolna megyei iroda vezetője szerint. A koronavírus járvány kitörése és az azt követő válságintézkedések, valamint a digitális oktatás bevezetése miatt sok dolgozó kivette a szabadságát, vagy éppen fizetés nélküli szabadságra küldték őket. A csökkentett munkaidő bevezetésével is sok cég élt, ám mindez több negatív következménnyel járt. Egyrészt a munkavállalók 60-70%-ának alig maradt szabadsága, másrészt a veszélyhelyzet megszűnésével újrainduló gazdaságban még inkább szükségük lehet a dolgozókra, a vállalkozásoknak, így nagy valószínűséggel sokuk számára a nyár nem a nyaralásról szól majd. Cégek jól gondolkodnak, akkor egy minimális szabadságot próbálnak még a nyáron biztosítani a dolgozóknak. Aki bele tud férni még a vészhelyzetbe 20-áig, illetve a többieknek még a munkatörvénykönyv szerint is nem kell a munkáltatónak az összes szabadságot megadnia egyszerre, maximum 14 napot. Hát valahogy ezt kell kigondolniuk, hogyan tudják egyrészt a dolgozók igényeit is biztosítani, másrésztről a munkahelyeket beindítani. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnök azt mondja, 2020 nehéz év lesz minden gazdasági szereplőnek. A veszélyhelyzet megszűnésével indulhat újra az építkezés. Fischer Sándor szerint további segítségre van szükségük a magyar cégeknek. Még további intézkedések kellenek annak érdekében, hogy a vállalkozók bizalma megnőjön, mert csak így tudjuk a gazdaságot helyreállítani. Márpedig nagyon kell, mert azért ebben akárhogyan alakul ez az év, ez mindenképpen recesszió lesz ebben az év. Vagyis csökkenni fog a GDP, kicsit nőni fog az infláció is. Tolna megyében 1-2 ezer ember állása került veszélybe a koronavírus járvány kitörésekor. Különösen a vendéglátás turizmusban voltak nehéz helyzetben a munkavállalók. Az elbocsátott vagy fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállalók egy része más szakmában helyezkedett el, vagy külföldi munkára pályázott. Fischer Sándor attól tart, további elbocsátások lehetnek Tolna megyében. A vállalkozás vezetők egy része úgy látja, ugyanaz a munkamennyiség elvégezhető kevesebb dolgozóval is. A szabadságolások és csökkentett munkaidő ezt mutatta meg a számukra. Nagyon úgy néz ki, és ettől nagyon félek őszintén, hogy a jelenlegi munkavállalóknak a hát egy nagyon kisebb hányad, hát egy olyan 10-20%-a negatívan is érintheti, kiderülhet, hogy a munkaerő gazdálkodásból a cégeknél, hogy nincs szükség annyi munkaerőre. Eközben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén áprilisban a koronavírus felfutásakor egyetlen hónap alatt 73 ezeren vesztették el a munkájukat. Ez azt jelenti, hogy idén az év negyedik hónapjában nagyjából 4.386 ezeren dolgoztak Magyarországon. Ez 136 ezerrel kevesebb aktív munkavállalót jelent, mint 2019 áprilisában. Tukacs Imre, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei irodavezetője azt mondja, most arra már több mint 300 ezer munkanélküli van az országban. Szerinte a tömeges elbocsátások a tömegtermékeket gyártó cégekre, például az autóipari beszállítókra jellemzőek. A munkavállalókat is felkészületlenül érte ez a vírus, illetve a vírussal kapcsolatos munkaerő felesleg, ami gyakorlatilag rengeteg embert érintett Magyarországon, itt közel 300 ezer főről tudunk beszélni, munkanélküli létszámot, ha említhetünk. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az embereknek nincsenek tartalékaik. Arra vannak utalva, hogy gyakorlatilag a kormányhoz munkanélküli ellátásért folyamodjanak, ami nagyon csekély. Gyakorlatilag a tisztességesebb vállalkozások
bónuszpénzekkel engedik el a munkavállalókat, a szakszervezettel lefedett vállalkozásoknál pedig folyamatos konzultáció van, illetve próbáljuk őket maximálisan segíteni, illetve tartalékokkal rendelkező vállalkozások meg is tartják a munkavállalókat. A szakszervezeti vezető szerint a cégeknek járó kormányzati bértámogatást újra kellene gondolni, mert sok vállalkozás egyszerűen nem tudja azt igénybe venni, hiszen ott, ahol nincsenek megrendelések, nem tudják kigazdálkodni még a csökkentett munkaidőhöz szükséges önrész sem. Tukacs Imre szerint emellett a munkájukat már elveszítőknek is szélesebb körű állami segítségre lenne szükségük. A kormány sem tud megrendeléseket szerezni a munkáltatóknak, illetve a vállalkozásoknak, de egészen biztos, hogy a munkanélküli járadék fizetésének a 3 hónapos határidejét, hogyha több kitolnák, akár 6, akár 9 hónapra, az nagy lehetőséget adna a munkanélkülivé vált dolgozóknak, hogy új munkahelyet találjanak ez idő alatt. Ez a 3 hónap jelen pillanatban még arra is sem biztos, hogy elég, hogy a járvány véget érjen ez idő alatt. Az országban több cég is úgy vált meg a munkavállalóitól, hogy rákényszerítette őket a közös megegyezésre. A szakszervezeti vezető szerint viszont így a munkavállalók kifejezetten rosszul járnak. Olvasatlanul ne írjon alá senki egy felmondást, ne egyezzen bele feltételek nélkül bármiben. És az ígéretek, amik elhangzanak a munkáltatók részéről, azokat is jó, hogyha papírra vetjük, hiszen azok csak üres ígéretek maradnak. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy a szó elszáll, és csak az írás marad. Akinek méltatlanul szűnt meg a munkaviszonya, és nem szakszervezeti tag, mert a szakszervezetek általában eljárnak ezekben az ügyekben, azok a munkaügyi szakhatóságokhoz kell forduljanak, a kormányhivatalokhoz, meg tudják vizsgáltatni azokat a felmondásokat, amiket készhez vettek, és a felmondások jogosságát is lehet vitatni akár későbbiekben is. Ezekben az esetekben valójában nem hiszem, hogy visszakerülnek ezek a munkavállalók ezekre a munkahelyekre, de én úgy gondolom, hogy intő példa lehet ezeknek a munkáltatóknak, hogy mégsem tehetsz azt, amit szeretnél. A szakszervezeti vezetőhöz hasonlóan Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is azt mondja, hogy a munkahelyek megtartásához és ahhoz, hogy a cégek minél könnyebben viseljék át a koronavírus okozta gazdasági válságot, mindenképpen újabb kormányzati segítségre van szükség. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Percelmor szakképzőiskolájában megújuló technikumi képzésekkel készülnek a következő tanévre. Az eddig megszokott képzések mellett egy új technikummal is jelentkeznek. Manapság a munkáltatók döntően fiatal, szakmailag jól képzett, több nyelvet beszélő és széleskörű szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársakat keresnek. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Percelmor szakképzőiskolája fontos feladatának tartja, hogy tanulóikat hozzásegítsék egy versenyképes végzettséghez, életképes szakmához, és hogy magabiztosan léphessenek ki a nagybetűs életbe, a munkavilágába. Igyekeztük fölmérni az igényeket, főleg a munkaerői piaci igényeket. Sok változás van abban az irányban, hogy próbálunk nyitni az iránt, ami a versenyképes szakképesítést ötvözi azzal, hogy mi az a munkaerőigény itt a régióban. Épp ezért változtattunk, hiszen hagyományosan a Percel az egy pénzügyi számviteli orientáltságú iskola volt. De hozzájöttek ugye idővel a műszaki szakmák is, és most már azt mondom, hogy ebben az irányban is nagyon előre mozdulunk, hiszen az informatikával kezdtük, de most hozzájött a távközlés irány, és hát a jövőben szeretnénk ugye az épületgépész területen is magasabb szintű képzést is indítani. Ezek már jelen voltak az iskolában a szakképzés területén, elsősorban a kétkezi szakmák területén, de szeretnénk, hogyha ezekből az ismeretekből a jó képességű tanulók kiemelkedve egy magasabb szinten tudnák magukat képezni, és esetleg utána még főiskolára vagy egyeteme eljutva tényleg egy olyan szintű képzettséget megszerezni, amivel akár vezető pozíciót is be tudnak tölteni a munkavilágában. Pénzügyi és számviteli ügyintéző technikumban azt tudjuk elmondani, hogy igazából minden, ami a pénzügy, a gazdaság világával kapcsolatos terület, tehát itt akár beszélhetnénk számvitelről, pénzügyi folyamatokról, gazdálkodási folyamatokról, arról egy nagyon átfogó és alapos tudást szereznek a tanulóink. Miért jó ez? Azt gondolom azért nagyon jó, mert manapság ez nélkülözhetetlen, hogyha céget alakít valaki, vagy hogyha azt gondolja, hogy utána elmegy dolgozni egy ilyen területen,
ez egy versenyképes szakma. Tehát manapság azt gondolom mindenkinek fontos, hogy mennyi van a kasszában, mennyit keres, mit tud befektetni. Tehát nem csak családi szinten gondolom ezt, hanem azt gondolom, hogy a pénzvilága manapság elkerülhetetlen, hiszen a modern technikával, technológiával a pénzmozgás is nagy, és ebben a munkakörben mindig keresnek szakképzett munkaerőt. Az informatikai rendszer és hálózatüzemeltető az inkább úgy gondolom a szoftverek világáról szól, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, és itt nem kell mondanom, hogy egy óriási robbanás van az utóbbi évtizedben szinte, tehát azt tudom mondani, viszont párként bejött ez az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, ami a távközlés a hálózatok kiépítésére irányul. Most manapság ugye szerintem nincs háztartás, telefonvezeték, internet, tévéhálózatok nélkül. Ezt próbáljuk ötvezni, ez inkább a maga kiépítésre, a hardware részére fog építeni. Itt is folytattunk már olyan cégekkel tárgyalást az idei évben, akik kifejezetten már ezt a hálózat építését nap mint nap a munkatársaikkal folytatják. Ziegler Teréz igazgató elmondta, hogy az újonnan elindított szakképzéssel az a céljuk, hogy az építőiparba is kineveljenek egy magasabb szintű munkaerőt, akik esetleg a munkafolyamatokat irányítják és felügyelik. Az épületgépész technikus, azt gondoljuk, hogy eddig is erősek voltunk, hiszen a régióban mi folytattuk az épületgépészet területen a szakképzést, tehát ez szinte egyedülálló itt, hogy nálunk van egész Tolna megyében. Központi fűtésszerelőket képeztünk a hagyományos elképzelésben, de ugye ez egyre inkább bővült, hiszen ez már egyre inkább átvette a modern energiahordozóknak a szerelését, tehát itt a napelemek kiépítése, illetve egyre inkább látjuk, hogy ugye a munkavilágából kimaradnak azok az emberek, akik szükségesek lennének ezekhez a kétkezi szakmákhoz, akik ezeket a kétkezi szakmáknak az irányítását el tudja látni egy cégnél és egy vállalatnál. És ezért indítottuk be ezt a épületgépész technikus, vagy próbálkozunk jelenleg ennek a beindításával, mert szeretnénk elérni, hogy itt a helyi környező cégek mondják, hogy az idősek nyugdíjban vannak, nincs utánpótlás. És nem csak kétkezi szakemberekre van szükségünk, hanem olyanokra is, akik mondjuk egy műszaki rajz alapján a munkafolyamatokat irányítani és felügyelni tudják. Tehát ezért próbálkozunk ezzel a területtel is, hiszen azt gondolom, ez egy óriási terület, ami nap mint nap olyan technológiák jelennek meg, amik felgyorsítják ezeken a területeken a munkafolyamatokat, és ez az ipar és a fejlődésnek is a célja, hogy ugye minél hatékonyabban, minél gyorsabban, eredményesebben termeljünk az áram és a versenyszféra igényeinek megfelelően. A nagy előnye ennek, hogy a mi gyerekeink, amit elsajátítanak itt, azt az egyetem főiskola figyelembe veszi és beszámítja. Most is folytatunk pont a koronavírus előtt tárgyalásokat, hogy ezt szeretnénk kiszélesíteni az egyetemekkel. A Pécsi Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel és egy Pesti Egyetemmel is folytattunk, hogy olyan tartalmakat tanítsunk már a technikumba, ami az egyetemben a minél jobban beszámítható. Ez eddig is folyamatban volt, de akár olyan szinten is próbálunk most együttműködést kezdeményezni, hogy a tanárok ide jöjjenek, és legyenek olyan vizsgaelemek is például a mi rendszerünkben is, amit hogyha a gyerek teljesít, akkor ezt egy az egybe elfogadja az egyetem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási előny lenne a gyerekeknek is, hiszen ők is megnyugvással tölteni el őket, hogy fölkészítettük őket a magasabb szintű szakképesítésre. Másrészt mi is ezt tudnánk mondani, hogy hát azért az egyetem és az egyetemi képzéshez is olyan tudást adtunk át, amivel egy egyetemi diplomát is sikeresen fog teljesíteni. És azt gondolom, hogy ez meg nincs nagyon messze a munkavilágától, amit egy egyetemi diplomával az ember megtanul, azt a munkaerőpiacon biztos, hogy nagyon jól fogja tudni kamatoztatni. A szakiskolákban az első két évben ágazati alapismereteket oktatnak, az ezt követő duális szakképzésben pedig már a vállalatok is szerepet kapnak, mint gyakorlati helyek. Nagyon szeretnénk azt, hogy a duális szakképzésben a gyerekeink tényleg már a gyakorlati órákat az abszolút egy ilyen cégnél vagy vállalatnál teljesítve tudják eltölteni, és abban reménykedünk, hogy ezáltal például, ha elvégezték ezt a képesítést, akár gyakornok programban, a munkaerőpiacon is megjelennének, illetve ha tovább akarnak tanulni, akkor ugye az egyetemeken is léteznek ezek a duális szakképesítésre való lehetőségek, hogy ott is megkönnyítjük ezzel nekik a felső szintű tanulásban a lehetőségeket. Bevezettünk egy pályakövetési rendszert, így a tanulóinknak azt kell mondanom, hogy ilyen 30%-a az, aki az egyetem vagy a főiskolát választhat, tehát önállunk nem tudunk eleve arról beszélni, ennek nagyon örülünk. Nagyon sok tanulunk ugye úgy dönt, hogy negyedik után is már ugye az alapozással el tud menni, sok tanulunk befejezi az ötödik évet, és úgy megy. Tehát így lesz körülbelül ez a 30%. De azt kell mondjam, hogy
az idejében is megfigyelhető volt, hogy mire a tanulóink végeznek, szinte mindenkinek van már elképzelése, tehát van vagy ajánlata, vagy tudja, hogy hová fog elhelyezkedni. Tehát nem szokott problémát okozni. Én azt szoktam mondani, hogy általában augusztus végéig a gyerekeinknek a 95-98%-a elhelyezkedésre kerül. Sőt, a tavalyi évben már eljutottunk arra a szintre, hogy itt a környező cégek és nagyvállalatok már kérték azt, hogy a gyerekeinket küldjük állásinterjúra. Tehát ilyen brigádokba összeszervezve elmentek 3-4 helyre, és megmondhatták, hogy na akkor én melyiknél kapom a legjobb fizetést, és nagyon meglepődtünk, mert nagyon versenyképes fizetéseket ajánlottak nekik. Nagyon meg vannak elégedve velük, úgy gondolom a cégek, és mondták is, hogyha ez így megy, hogy ilyen színvonalban bocsájtunk ki embereket, ez nekik óriási utánpótlás lenne. Ugye, ami még egy probléma szerintem a szakképzésben az, hogy még mindig sokan azt hiszik, hogy a szakképzést nem ismerik el. Ebben azt gondolom az állam is egy óriási szemléletváltást akar csinálni, és maga a szakképzés 4 pont program is. És fel kell ismerni azt, hogy a szakembert meg kell fizetni, és egyre többen állnak e mögött a kezdeményezés mögött, nem csak az államok, hanem a vállalatok, cégek is, és elkezd a felé mozdulni a rendszer, hogy igen, minőségi munkaerőt, minőségi bérekkel várunk, és azt gondolom, hogyha valakinek egy ilyen szintű végzettsége van, akár egy technikummal is olyan szintű keresetet tud megszerezni, mint szinte mondjuk egy alapdiplomás az egyetemen vagy a főiskolán. Tehát nagyon sokat számít az, hogy a szakmai felkészültségük, ha az egy középszinten egy biztos tudást tükröz, akkor nem lesz probléma azzal, hogy elhelyezkedjenek. Az új technikumi rendszer lehetőséget ad arra, hogy a tanulókat anyagilag is elismerjék. Tehát a technikumban, ami nagy ösztönző erő lehet a fiataloknak, hogy ez a újra struktúrálás, az megjelenik már abban, hogy az első pillanattól fogva a rendszer úgy lesz kialakítva, hogy értékeljük azt, ha valaki a szakképzésbe belép, és hogyha a szakképzésben kíván egy versenyképes szakmát szerezni. Ez az ösztöndíjrendszert hívott életre, ami azt jelenti, hogy már a 9-10. Évfolyamon ösztöndíjt kapnak, a gyerekek 8000 forintot, hiszen akkor csak még az iskola falai között töltve minden hónapban megkapják ezt a pénzt. Ez ugye az alap, és utána majd, miután már tanulmányi eredményeket is elérnek, ez majd differenciálódik. Illetve amikor kilépnek a duális szakképzésbe a céghez és a vállalathoz 13-14. Évfolyamon, akkor attól függően 10-től 50 000 forintig is a tanulmányi eredmény alapján havi szinten kapnak. Most ha belegondolunk, abba a cégtől is kapnak majd ugye ösztöndíjat, a tanuló szerződéseik, vagy ugye átalakul szakmai szerződéseik alapján, tehát hogyha belegondolunk, egy ügyes, jól tanuló gyerek akár 70-80-90 000 forintot is megszerezhet tanulóként. Ez egy óriási váltás lesz, azt gondolom, ahhoz képest, ami korábban volt, hiszen korábban a technikumi képzésben nem volt lehetőség, hogy a gyerekeket anyagilag is elismerjük. Most éppen azt szeretnénk, hogy jó képességű tanulók jöjjenek a technikumba, és a jó képességű tanulók jelenjenek meg a szakképzés világába. Ezért is tartom ezt egy nagyon jó stratégiának, hogy a gyerekeknek egy ösztönző erőként ösztöndíjrendszert vezettek be. Mellette egy nagyon fontos része ennek az ösztöndíj programnak, hogy valamennyi a keretből visszatartásra kerül, és ez egy összegbe kapja meg a tanuló, ami után sikeresen levizsgázott. És ez a bónuszként tekinthetnek rá majd a gyerekek, hogy igen, fölmutattam valamit már az életbe, és ezt a rendszer is elismeri. És azt gondolom, ez egy jó pályakezdés, hiszen lehet, hogy valaki abból fog jogosítványt csinálni, vagy valaki valami hasznosat fog vele csinálni, vagy a tanulmányait az alapján fogja elkezdeni. Tehát azt gondolom, ez egy életindításba is egy óriási löketet fog adni a gyerekeknek. Felnőttként sokan választják azt, hogy visszaülnek az iskolapadba. Erre a Perzelmor szakiskola is lehetőséget ad nappali és esti munkarendben is. Van felnőtt képzésünk is, minden évben hirdetjük. Elsősorban érdekes módon, hogy a pénzügy és a számvitel világában vannak olyan emberkék, akik meggondolják magukat. Tehát annak idején vagy nem volt lehetőségük, vagy akkor még nem tudták eldönteni, de most, amikor van lehetőségük, például fiatal hölgyek, akiknek kisbabával vannak otthon, és azt mondják, hogy mellette bevállalják mondjuk egy esti képzést, és ők 2 év alatt szépen elsajátítják azt az ismeretet, és szereznek egy olyan szakképesítést, amivel azt mondják, hogy azért jobb keresettel, jobb elhelyezkedési helyzettel lépnek majd vissza, amikor már aktívan vissza tudnak lépni a munkaerőpiacra.
De meglepő módon több idős is belül azért, mert azt gondolja, hogy ideje lenne egy váltás, hogy szeretne valami olyan munkát, amivel azt érzi, hogy elismerik és megbecsülik, és azért mondom, hogy én egyre inkább azt veszem észre, hogy minél inkább az a szemlélet átmegy, hogy ez semmi probléma nincs benne, ha az ember élethosszig tanul. Úgyhogy ezt nagyon jónak találom én. És egyébként meg kell mondjuk, hogy aki a felnőtt képzésben vagy a felnőtt oktatásban, rettentő szorgalmasak a felnőttek, rettentő igyekvőek, tehát igazából tanáronként is úgy éljük meg, hogy ez egy örömforrás ilyen embereket oktatni, mert ahogy a gyerekek nyüzsögnek a délelőtt folyamán, felnőtt képzésben tényleg arról szól a dolog, hogy tanulni akarnak, és az lelkesedéssel tölt el minket. A szakképzésben résztvevő diákok tehát jövedelmet kapnak, könnyebben érettségizhetnek, és egyenes úton juthatnak be az egyetemekre vagy a szakirányú felsőoktatásba. Egy új kormányrendelet értelmében már beléphetnek Magyarországra az Ausztriából érkező vadászok, és ez elvileg meg is menthetné a nehéz anyagi helyzetbe került egyesületeket. A vadászkamara megyei titkára szerint viszont kérdéses, hogy bemernek-e majd jönni a külföldiek. A koronavírus miatt eddig elmaradt bérvadásztatások hatalmas károkat okoztak a vadászegyesületeknek. Őszbakból például csak a tervezett állomány 1/5-ét sikerült kilőni eddig. A vadásztársaságok a pandémiás helyzet miatt tavasz óta nem fogadhatnak külföldi bérvadászokat. A sárközi keskenyi földtulajdonosi vadásztársaságot a helyzet újszerű megoldásra kényszerítette. Ők a kormány által előírt kötelező őszbokállomány gyérítést, amiben eddig a külföldi vadászok is részt vettek, most a társaságon belül oldották meg. A mi vadásztársaságunkat csekély mértékben érintette a koronavírus járvány miatti kormányzati intézkedések, hiszen a bevételeink nagy részét nem a bérvadászatból érjük el, és igazából az, ami az őszbak, ami a mi területünkön ilyen értelemben releváns, hogy bérvadászati bevételi forrás, az intéző bizottság egy olyan határozatot hozott, hogy a kormányhivatal által kiszabott terv 40 darab őszbaknak a kilövése. Idén a vadásztársak lőhetik ki a 40 darab őszbakot, és jövőre pedig mindegyik értékesítve lesz, úgy nem lőhetnek vadásztársak jövőre őszbakot, így a kettő év viszonylatában gazdaságilag nem szenved a vadásztársaságunk különösebb károkat. Egyformán egyetértő ember, 52 ember nincsen, tehát mindenki van, akinek esetleg más lett volna a véleménye, de hát ugye örülnek, mert idén lőhetnek, és így kénytelenek lesznek tudomásul venni, hogy jövőre viszont bérvadászatok fognak az őszbakkal kapcsolatban történni, és így ugye nem kell pótbefizetésre kötelezni a tagjainkat, hiszen a vadásztársaságnál, hogyha az éves bevétele nincs, hogyha az alkalmazottait nem tudja fizetni, az a vadakat nem tudja etetni, nem tud vadgazdálkodni, bizony a tagoknak kell zsebbe nyúlni, és bizony őnekik kell pótbefizetéssel tehát életképesen tartani az adott vadásztársaságot. A vadásztársaság elnöke azt mondja, ők meg tudják oldani a külföldi bérvadászok elmaradása miatt keletkezett kiesést, de nem minden egyesület ilyen szerencsés. Érzékenyebben érinti azokat a vadásztársaságokat itt a kormányzati intézkedések, akik gimszarvassal gazdálkodnak, dámszarvassal gazdálkodnak, és a bevételüknek a jelentős részét a bérvadászati tevékenységből érik el. Hozzá kell azonban tenni, hogy a belföldi vadászat a koronavírus járvány alatt is zajlott, hiszen a vadászati tevékenységre a horgászathoz hasonlóan lehetőség volt egyedül vagy szűk családi körben. Itt csak a külföldi vadászoknak a mozgásával való korlátozás az, ami érzékenyen érintette a társaságokat, de azt gondolom, hogy kell lenni egy vadásztársaságnak annyi tartaléka, hogy egyetlen egy évet át tudjon hidalni, likviditását meg tudja őrizni. Nagyon lényeges dolog, hogy a zapróvad vadászatot azt nem érinti, a nyulat, illetve a fácánt, hiszen az a téli időszaknak van a szezonja, illetve vadászati lehetősége. A vaddisznó vadászata egész évben folyamatos, tehát nem érinti. Itt a gimszarvas, dámszarvas vadászata körül volt probléma, illetve az őszbak vadászata, de ott is van még a szezonból hátra, tehát én azt gondolom, hogy a vadásztársaságok be tudják pótolni még a kimaradt bevételeiket. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy az árakat lehajtotta ez a
külföldi vadászok beutazásának a tilalma, tehát rákényszerültek egyes vadásztársaságok, hogy áron alul értékesítsék az övbakjaikat, hogy a likviditásukat meg tudják őrizni. A koronavírus járvány hatalmas károkat okozott eddig a Tolna megyei vadásztársaságoknak. Az őzbak főszezonja nagyjából május végéig tart, az éves terítéknek jelentős hányadát eddig szokták elejteni. A vadászkamara megyei titkára szerint a tervezett állománynak idén csak töredékét sikerült leteríteni, ami főként a külföldi bérvadászok elmaradásának tudható be. Körülbelül 20%-a az, ami terítékre került a fő vadászati idényben, mármint az őzbak vadászati idényéről beszélünk, mert jelenleg az van most a porondon, így mondjam. Tehát ekkor az elmaradásunk, ami nagyon nehezen lesz pótolható, még hogyha határok nyílnak is, elvileg ugye hamarosan az Európai Unió többi határai is megnyílhatnak, hiszen a java a teljes évi őzbak terítéknek a felét ebben az időszakban ejtik el, és jellemzően nagy arányban bérvadászat során, legalábbis a megyénkben jellemző ez. A vadásztársaságok a járvány terjedése alatt abban bíztak, hogy az őszi és téli terelővadászatokat még meg lehet tartani, valamint, hogy a kialakult pandémiás helyzet enyhül a gím és dámszarvas szezonjáig. Tolna megye egyébként még a szerencsésebb megyék közé tartozik, már ami a bérvadászat ideiglenes kiesését illeti. Itt ugyanis egész évben lehet nagyvadakra vadászni, de például az Alföldön, ahol ebben az időszakban szinte csak őzbakra lőnek, már komolyabb gondot jelent a járvány. A tipikusan alföldi, ahol nincsen gím, dám, tehát abszolút az őzbakra hegyeződik ki a bérvadászat, mondjuk Szolnok megye ebben az élenjáró, ott nagyobb arányú, 60% fölötti a bérvadászat aránya, és igazából náluk, hogyha ez elúszott, akkor nincs miből pótolni. Ilyen az országban 5 megye van az alföldi megyék közül, amelyeket tipikusan érintettek. Akik majd könnyebben tudják esetleg meglovagolni ezt a helyzetet, azok a tipikusan abszolút nagyvadas területek, Somogy, Zala. De nyilván ott is ez még kérdőjel, hogy mennyire lesz piaca a határnyitások után a bérvadászatnak. Pedig az ország határai a napokban újra megnyílnak az Ausztriából érkező bérvadászok előtt. Ők mostantól szigorú feltételek mellett, például 4 napnál nem régebbi negatív koronavírus teszttel már beléphetnek az országba. Király István szerint kérdéses viszont, hogy a külföldi vendégvadászok bemernek-e jönni, és akarnak-e vadászni az itteni területeken. A megyénknek egy jelentős része, ez a keleti része, a mezőföldi, ami inkább alföldi jellegű. Ez elsősorban az őzbakra, amelynek most ugye szezonja van, építi a gazdasági adgazdálkodási bevételeit, tehát ők fogadóképesek. Az egy másik dolog, hogy időközben ugye a mezőgazdasági területeken az ott termesztett növénykultúrák már olyan mértékben növekedtek meg, hogy a vadásztatást nagyon-nagyon megnehezíti, éppen ezért május végéig szokott lenni a java bérvadásztatás. Aztán majd üzekedésben augusztusban a második felvonás. A fogadókészség megvan, kérdés az, hogy mekkora lesz a piac. Az, hogy a járványnak lesz-e ősszel második üteme, még a szakértők is csak találgatják. Ha viszont így lesz, az újabb fejtörést okoz majd a Tolna megyei vadász egyesületeknek. Akkor a helyzet szerintem hajszára hasonló, tehát ugyanígy meg fog torpanni, szinte lenullázódni a piac, és amit esetleg a belső piacokon, tehát a belföldi bérvadászati körrel meg lehet oldani, de azért az nem a teljes. És ugye tudjuk jól, hogy a belföldi sem ugyanolyan arányú, mint a korábbi években. Tehát csak a Tolna megyét nézve a május végéig időszakban a korábbi évekhez képest 20%-a az, ami terítékre került, úgyhogy a belföldi piacot azért tudták használni valamelyest a vadgazdálkodók. Az osztrák vadászok tehát, ha jogilag már jöhetnek is, a szakértők szerint egyáltalán nem biztos, hogy akarnak majd. A járvány újbóli felerősödése pedig akár az egész vadászszezon tönkre teheti. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.